Egy ponttal győzte le hazai pályán a TFS-e csapatát a nyíregyházi kosárcsuli április 30-án. Ez az idegenbeli hosszabbításos siker után azt jelentette, hogy bejutottak a döntőbe. Farkasinszki Gyuláni edző szerint most már felszabadultan játszhatnak az MTK ellen. A szezon kezdetén ugyanis azt a célt tűzték ki, hogy a legjobb négy közé kerüljenek. Ezt túlteljesítették. Az MTK ellen viszont nem ők az esélyesek, mert az alapszakaszban 30, illetve 20 ponttal maradtak alul a budapestiekkel szemben. Ebben az évben ugye két meccset játszottunk már az MTK-val. Nem volt egyszerű mérkőzés, már csak azért sem, mert mondom, a szerkezetbeli különbség az mindenféleképpen az MTK javára billenti a dolgokat, a kor, a rutin és minden más egyéb. Nekünk itt egy valami lehet, ami esetleg előnyt jelentett, az, hogy mi egy olyan párharcban vagyunk benne, ahol nekünk aztán tényleg maximálisan is veszíteni valunk. Tehát azok, akik kicsikét bátortalanabbak a pályán, akik nehezebben merik elvállni a helyzeteket, azok is most azon és büntetlenül dolgozhatnak, mert ez már tényleg csak egy öröm. A nyíregyháziak irányítója, Pap Claudia, aki 44 pontot szerzett a két MTK elleni meccsen, ezúttal sem számít könnyű találkozóra. Mindenképpen nehéz lesz, mivel szerintem nagy lesz a nyomás rajtunk, illetve rajtam, de ezt megpróbáljuk legyőzni, és minél jobb eredményt kihozni az ebből az egészből. Lizák Kitti újtörése miatt két magas emberre marad a nyíregyháziaknak, így Farkasinszki orsolyára a korábbinál is nagyobb teher hárul majd a palánkok alatt. Nyilván itt rutinosabb centerek vannak, illetve magasságban, tömegben is azért sokkal közelebb állnak mondjuk az élvonalhoz, ugye. Nyilván ott is vannak ugye rutinos centerek, akik válogatott játékosok voltak, illetve több éve tábban játszottak. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy semmi sem lehetetlen, úgyhogy mi ugyanúgy győzni szeretnénk az MTK otthonában is, mint ahogy azt próbáltuk eddig az egész bajnokság során megtenni. Az MTK Budapest nyíregyházi kosársuli mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik. A második találkozó május 21-én lesz a Szent Imre gimnázium csarnokában, az esetleges harmadik meccsnek pedig ismét a fővárosiak lesznek a házigazdái.